Sziasztok, ma az M2R Variort szeretném nektek bemutatni. Ahogy látjátok, hihetetlenül igényesen van csomagolva, a legfontosabb adatokat ráírták a dobozra. Nézzük meg, mi van benne. Rá van írva a lámpának a működése. És itt is van. Egy lámpa. Egy tok. És egy használati utasítás. Továbbá egy csuklópánt. Valamint egy USB-s töltő. A legújabb olajt lámpákhoz hasonlóan ennek a talpa is mágneses és USB-sen lehet tölteni. Telefonról, számítógépről, kocsiról, powerbankról. A lámpa és a tok kialakítása hihetetlenül masszív. A tok valamilyen kordurából van, ezerféleképpen rögzíthető. Akár molléra is. Van egy biztonsági csat rajta, és belőle egy párnázott részt találtok. A lámpa egy nagyon masszív alumínium testet kapott, két kapcsoló van rajta, itt hátul, és itt az elején. Itt lehet állítani a fokozatokat, valamint itt a töltöttségjelző is. Ahogy merül, felvillan egy kis LED. Hihetetlenül jól kitalálták ezt a klipszet, különböző módokon lehet fölrakni, valamint akár át is lehet fordítani a másik oldalra. Mivel általános felhasználás mellett ez egy taktikai lámpa, ezért úgy alakították ki, hogy ne tudjon elgurulni. Ebben nagy segítsége van ennek a klipsznek is. Nézzük meg, mi van belülről. Ahogy látjátok, teljesen vízálló. És egy ilyen hagyományos cserélhető, tehát ha lemerül, akkor bármikor lehet pótolni. Beszéljünk egy kicsit a lámpa teljesítményéről. Maximális fokozatban 1500 lumen tud, ez közel 208 méter tud bevilágítani. Itt megtaláljátok a különböző fokozatokat, 6 fokozatban állítható, 1 lumen, 15 lumen, 60 lumen, 250 lumen, 700 lumen és 1500 lumen. Maximális fokozaton is látható, hogy nagyon jól bírja. Nézzük a működtetését. Ez a turbó fokozat, 1 lumen, 15 lumen, 60 lumen, 250 lumen, 700 lumen, és a maximális teljesítmény. Ahogy látjátok, stroboszkóp funkciót is tud. Taktikai lámpának is tökéletes. Többféle lámpát hoztam a méretek érzékeltetésére. Itt van a magyar vadászlámpa, a Varior X és az MR2 Varior. Az M2R viszont ténylegesen általános felhasználásra tökéletes. 1500 lumenes teljesítmény révén bárhol meg tudja állni a helyét. Az M2R a Varior X-hez hasonlóan ütésálló. Ezt a fajta kapcsolót lecserélték egy sokkal hasznosabb fém kapcsolóra, ez sokkal érzékenyebb, strapabíróbb, valamint a töltés is itt került megoldásra. Most néhány komolyabb tesznek fogjuk alávetni a lámpát, megnézzük, hogy általános célra, illetve taktikai célra mennyire alkalmas szerkezetéből adódóan. Ahogy láthattátok, az ejtéstesztet nagyon jól bírt ezen az erdős területen, fokozzuk a tempót.